A Csepel elleni hazai és a BKV előre elleni idegenbeli siker után sorozatban harmadik győzelmére készült a Peruc FC. Az NB3-as labdarúgó bajnokság 15. fordulójában Rozmán László együttese András Hidát látta vendégül. A találkozó esélyese a hazai csapat volt, mely jól is kezdett, már a harmadik percben megszerezte a vezetést, majd a félidő végéhez közeledve meg is duplázta előnyét. A második játékrészben a vendégek részéről csak a szépítésre futotta, így az év végéhez közeledve tovább tart a Peruc jó szériája. Nem fordult elő még a bajnokság során, hogy a Peruc FC három egymást követő bajnoki mérkőzésén győztesen vonuljon az öltözőbe. Az András Hida ellen erre készülnek a sárga kékek. Mike György operatőr kollégám nevében is köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Az NB3-as labdarúgó bajnokság őszi szezonjának utolsó mérkőzésén szombaton 13 órai kezdéssel a sárga kékben látható pápai csapat a kékfehér szerelésben futballozó András Hidát látja vendégül itt a Peruc stadionban. A hazaiak az ötödik, a vendégek a 14. helyről várták Tokács Ryan Lee játékvezető kezdő sipszavát. Ismerkedjünk meg a vendégekkel, a 74-essel Cirék Zoltán a kapuban, 9-essel Simon Falvi Gábor, 11-essel Szegleti Gergely, 13-assal Jóna Bálint Mátyás, 19-essel Takács Soma, 23-assal Bajló Dávid, 25-össel Marsai Máté, 45-össel Ferenc Zoltán, 70-essel Bíró András, 77-essel Szabó Martin és 92-essel Nagy Zoltán Dániel Dobos Sándor kezdő 11-ében, aki azt mondta a mérkőzést megelőzően, hogy harcos, koncentrált játékkal lehet esélyük begyűjteni a három pontot. A hazaiak jó szériában futballoznak, közben Jurik labdaszerzése, Szabó Zsolt már indul is, nem volt azonban pontos a labda, Jóna teszi ki oldalra. Tehát a miénk jó formátban futballoznak, hiszen az elmúlt két mérkőzést egyaránt megnyerték a Csepel, illetve legutóbb a BKV előre ellen, és gólerősen is játszottak, hiszen 10 gólt lőttek ezen a két találkozón. Jurikkal szemben közben a falt. Ennek köszönhetően 5 helyet előre léptek a tabellán, a 10. helyről egészen az 5. pozícióig küzdötték fel magukat. Szabó Zsolt pörgetné tovább Valeosznak. Iványi rossz labdája, és Nagy Tamás fejeli vissza. 23-assal Sánta András a kapuban, 3-assal Nagy Tamás, 5-össel Császár Attila, 7-essel Valeosz Dominik, 8-assal Jurik Patrik Bence, 10-essel Szabó Zsolt a csapatkapitány, 69-essel Dóci Krisztián, 77-essel Iványi Martin, 89-essel Bonner Roland, 92-essel Somogyi Rihárd és 99-essel Baldauf Konrád a kezdőcsapatban. A korábbi súlyos sérültek mellett most Böröcki is hiányzik, ő is comb problémákkal küzd, így még a cserepádra sem tudott leülni, ahol egyébként Szigeti Ákos, Szabó Tibor, Füleki Norbert, Udvarti Mózes, Havasi Dániel, Ivancsics Gellért és Benec Dániel foglal helyet. Valeosz közben gólhelyzetben meglehet az első gól, és Valeosz be is gurítja. A harmadik percben egy korai góllal megszerzi a vezetést a pápai csapat. Az első lehetőségét gólra váltja a házigazda gárda, és Valeosz higgadtan elhúzta még a kapus mellett, aztán ballal begurította a labdát. Hát gondolom Rozmán László ilyen kezdésre számított, illetve a kilátogató nézők is. Eddig 100%-os a helyzetkihasználásunk. Valeosz harmadik gólja a szezonban, és már is 1-0 a pápai csapatnak. Baldauf, Iványi. Az nem jó passz, elnézést kér Iványi. Ferenc a földre kerül, mehet tovább Jurik, ez is lehet lőni, és egy nagy cirjékvédés. Taps a közönségtől, hát 27 perc után ismét van mit mutatni ezen a mérkőzésen. Egy jó Jurik lövés került az alapvonalon túlra, cirjék védett, Dobos Sándor elégedetlen a játékvezetéssel, de hát tényleg nem történt semmi. Császár, van induló emberünk. Somogyi, jól felé le. Valeosznak ott a második lehetőség, és benn is van. Valeosz dupla a 37. percben. Császár felévelése után oda került Valeosz elé a labda, aki higgadtan talán bal külsővel a gólvonal mögé juttatja a labdát. Ezzel 2-0 már a mérkőzés állása, és
Valajosz immár 4 gólos ősszel. Hát az látható, hogy viszonylag szerény képességű ez az András idei csapat. Sántát még nem dolgoztatták meg. Csak az a kérdés, hogy mikor tudja feltörni ezt a masszív András Hidát a pápai csapat. Ebben a fél időben kétszer már sikerült. És Valajosz már nem tud elindulni, ugyanis a játékvezető véget vett az első játékrésznek. 45 perc játék után Valajosz duplájával 2-0-ra vezet a pápai csapat, és hát a látottak alapján nem gondolom, hogy ez a mérkőzés gondot jelenthet a második fél időben a hazaiaknak. Az András Hida sok ellenállást nem fejt ki ezen a találkozón. Iványa középpályán. Ez egy kiváló labda Bóner felé. Círjék félúton. Bóner és mellé emeli a labdát. Nem sok kellett volna a harmadik pápai gólhoz. Iványi forintos labdáját Bóner emelte mellé. A Círjék már verve volt a második félidő első komoly lehetősége. Ferenc végezheti el a vendég szabadrugást. Szabó Zsolt sárgul be közben. Most kerül be középre a labda, és sikerül szépítenie a vendégeknek. Egy bal oldalról érkező labdát Szabó Martin lő sánt a kapujába. Nem túlzás azt állítani, hogy a semmiből szépít az András Hida. Talán az első kaput eltaláló lövése a vendégeknek, és ebből már is 2-1-re módosul az állás. Szegleti jól tette be onnan bal oldalról, és Szabó Martin közelről nem hibázott. 2-1 az állás, Szabó második gólja az őszi szezonban, és hát most aztán figyelnie kell a pápaiaknak, hiszen minden bizonnyal be fog lelkesedni ez az András Hidai csapat. Eddig egy csapat volt a pályán, de biztos most erőre kapnak a kékek. Ivancsics egyből, Füleki mellel vissza, Ivancsics a 16-os csücskénél, Valajosz nincs ellens, Valajosz ittszere, aztán belerúgja Círjékbe. Jól fogta a rövidet Círjék, és Valajosz nem is tudta ellőni mellette. Itt a fél idő illetve a mérkőzés végéhez közeledve újabb pápai helyzet. Tóth meg szabálytalan, kap egy sárgát. Círjék lövi is előre, de már nincs idő elindulni Kónya Szilárdnak. Hát a játék összképe alapján megérdemel győzelmet arat a pápai csapat, mely azonban nem játszott jól a mai napon. Ennek ellenére sikerül megszerezni idei 6. sikerét a mieinknek. 2-1 a mérkőzés végeredménye, tehát hazai részről Valajosz tudott duplázni, majd Szabó szépített. Az idei évből még egyetlen egy mérkőzés van hátra, a tavasz előrehozott találkozója. Szintén hazai pályán november 25-én 13 órai kezdéssel Ménfőcsónak együttese érkezik a Perutz stadionba. Én megköszönöm figyelmüket, hallgassuk meg a hazaiak mesterét. Mindenképpen tudtuk, hogy egy nagyon küzdelmes, hajtós mérkőzésre számíthatunk, be is igazolódott. Azt gondolom, hogy az első fél időben rendben volt a játékunk, birtokoltuk a labdát, megcsinálták a srácok azt, amit kértünk tőlük, bár egy kicsit gyorsabban kellett volna találni, és akkor még eredményesebbek lehetünk volna. Fél időben felhívtuk arra a figyelmet, hogy az ellenfelünk soha nem adja fel, és ne lelkesítsük be őket. Én azt gondolom, hogy a mérkőzés fordulópontja az a kihagyott helyzete volt a Bornernek, amit mellé rúgott 2-0-nál, az bemegy, azt gondolom, hogy teljesen sima mérkőzés. Az ellenfélnek a gólja, hát összefutottunk szinte, el kellett volna fejelnünk a labdát, de hát sajnos így történt. Teljesen megzavarta a csapatot, és hát ilyenkor egy ellenfél természetesen ettől a góltól ugye fellelkesedik, és hát vérszemet kap, meg volt az esélyük az egyenlítésre. Viszont utána megint volt lehetőségünk kontrákból. Ez egy ilyen mérkőzés volt, amikor csúszómászkal kellett nyernünk. De összességében azért megérdemelt volt a hazai siker? Szerintem mindenképpen megérdemeltük ezt a sikert. Azt sajnálom, hogy nem tudtuk esetlegesen a nézőink egy részét úgymond kiszolgálni. Mi is szerettünk volna nagy arányú győzelmet aratni, de most ebben a helyzetben egy idegenbeli győzelem után a legfontosabb az volt, hogy itthon is be tudjuk gyűjteni a 3 pontot.
Hát most Zsinórban háromszor nyertünk, nagyon remélem, hogy meg lesz a negyedik is itt az évadzárom. Igen, most jó ránézni a tabellára? Még nem láttuk, de kezd alakulni, tehát szeretnénk azért az ősz végére még egy-két helyet feljebb menni, hát egyet legalább. Nagyon fontos lesz az utolsó mérkőzés, hogy pontszámba és egy olyan pontszámot érjünk el, amivel oda lehet zárkozni a dobogó közeli csapatokhoz. Nagyon bizakodó vagyok. Mindenképpen más mérkőzés lesz, ráadásul az ellenfelünknél ugye a héten edzőváltás történt. Én azt gondolom, hogy ez elsőhet pozitív és negatív irányba is az ellenfelünknél. Nem kívánunk velük egyébként ezen kívül foglalkozni, szeretnénk mindenképpen úgy zárni a szezont, hogy győzelemmel, és biztos vagyok benne, hogy egy teljesen más mérkőzés lesz. A Kispályás Bizottság a sportcsarnokban díjazta a 2018. évi Kispályás labdarúgó bajnokság első és másodosztályában legjobb eredményt elért csapatait és játékosait. Az idei kiírásban két osztályban összesen 15 csapat vetélkedett egymással. Az első osztályban 7 alakulat kapott helyet, az első helyet pedig magabiztosan a Valkon szektorgárdája szerezte meg. A másodosztály bajnoka a Concordia Transz együttese lett. A díjátadón serlegek, oklevelek, érmek és labdák találtak gazdára. Az első és másodosztályban összesen 98 mérkőzést rendeztek idén, és mindkét osztályban kijelenthető, hogy a legjobb csapat nyert. Az első osztályban 7 pontos előnnyel a Valkon szektor együttese bizonyult a legjobbnak, míg a második vonalat szintén 7 pontos előnnyel a Concordia Transz nyerte. Ahogy néztem, voltam benne néhány meccsen, egész színvonalas mérkőzések voltak. Kezdeném a másodosztálya, harmadik lett a Nagy Gyimoltese csapata, második a Kertváros csapata, és első pedig a Concordia Transz. Gólkirályi címet pedig Koch Márton nyerte 21 góllal a Kertváros csapatából. Első osztályban pedig harmadik lett a Combra-Gyöngék Prestige csapata, a második a Spartacus 98 gépkölcsőző FC, első pedig a Valkon szektor, és ott pedig a gólkirály 23 góllal Pődör Szabolcs lett a Valkon szektor csapatából. Volt több nehézség is, hát két részre osztanám igazából a bajnokságot. A tavaszi szezon igazából könnyedében lezajlott, mert szinte minden mérkőzésre jutott játékvezető, volt két pálya, ahol tudtak játszani a csapatok, viszont a szezon második felében sajnos a Spartacus pályán nem tudtunk játszani, ezért csak a Peruc stadion melletti pályán tudtak játszani a csapatok, és hát szerintem ezért volt az a nagyon sok halasztás, és ezért húzódott el így a bajnokság. Úgy számoltam, a másodosztályból 6 vagy 7 meccsen nem volt játékvezető, az első osztályban pedig 4 vagy 5 mérkőzésen. Hát igazából két játékvezetőre tudtam számítani, akiknek nagyon szépen köszönöm a segítségét. Nedvesi Rihárd és Pászti János. A Ricsi 49, a Jani pedig 26 mérkőzést vezetett, azt hiszem, szerintem azért ez nem semmi. Illetve ezen kívül Marácz József és Láposi József segített még, amikor éppen ők nem értek rá. Rátérve még az eredményekre, a szektor, illetve a Concordia elsősége megérdemelt? Úgy gondolom, hogy megérdemelt, azért jóval több pontot szereztek, mint a mögöttük lévő csapatok. Jól játszottak, a gólkirályok is onnan kerültek ki majdnem igazából, Concordiába is második, meg a harmadik helyezett a góllövőlistán, ugye ott játszanak mindketten. Ma pedig a díjkiosztó zajlik, majdnem sokára, milyen díjazás van? Díjazzuk az első három csapatot érem, serleg, illetve labda, oklevél díjazásban. Ezen kívül ugye az első 6-6 csapat kap labdát. Díjat kap a két Fairplay díjas csapat, illetve a két gólkirályt díjazzuk. 11 győzelemmel, egy döntetlennel és két vereséggel a másodosztály bajnoka idén a Concordia Transz csapata lett. Szerintem most az idei évben teljesen megérdemelt sikert arattunk. Köszönhetjük a fiatalításunknak, a fiatal játékosainknak is. A tavaszunk az általában mindig jól szokott sikerülni, tehát akkor az első-második helyen fordultunk, de most hál' Isten ősszel is sikerült ezt megtartanunk, és jól is játszottak a fiúk, úgyhogy nyugodtan mondhatom. Tehát akkor a fiatalok, illetve az idősebbek jól kiegészítették egymást? Igen, mert most azért már több a fiatal, mint az idősebb, és azért ezáltal a tempó meg a magán a játékon is ez már érezhető és meglátszik. Mi adjuk a rutint hozzá, ők meg az erőt.
Honnan sikerült játékosokat igazolni? Hát lényegében ezek ilyen régi baráti, meg futball kapcsolatok révén falukból jöttek srácok játszani, és szerettek volna, és beépültek így egy-két év alatt a csapatba. Volt esetleg olyan csapat a másodosztályban, amelyik megnehezítette a dolgukat? Hát lényegében volt egy-két jó meccsünk, mert ugye a Kertváros az egy ilyen nagy rivális, akikkel nehéz volt. A Gyimóttal is ugye főleg az őszi szezonból tőlük kaptunk ki egyedül, meg van még egy-két olyan csapat, ami úgymond ilyen per pillanatnyi nőhasszokon múlik, hogy most ki fog nyerni, mert egy darabig teljesen fejfelmelt a szak, először tud rúgni gyorsan egy-két gólt, akkor már elmett venni. És volt egy kis szerencsénk is. Mi a terve jövőre nézve, esetleg vállalják az első osztályt? Megbeszéltük ezt, és lényegében azt nem fogjuk vállalni, mert egyszerűen nem tudjuk úgy összeszedni a csapatot, mert mindenki dolgozik, mindenki ráadásul majd, hogy nem vidéken dolgozik, és ezek az időpontokat nagyon örülünk, ha így összejött az idei év. Erre a téren még mi a terve, esetleg teremtornára készülnek-e? Meglátjuk, tehát egyelőre nincs olyan teremtorna, amire neveztünk volna. Ugye erre a 24 órás focira is pont azért nem neveztünk, mert nem tudjuk összeszedni rendesen a csapatot. Aztán, ha lesz még valami, akár városi, akár egyéb helyeken ilyen rendezvény, akkor lehetséges, hogy megyünk. A tavalyi évhez hasonlóan a Művelődési Központ december 8-án és 9-én ismét megrendezi a 24 órás foci tornáját, melyre november 28-ig várják a nevezéseket. Idén most már harmadszor sikerül megrendeznünk ezt a tornát. Tavaly előtt 18, tavaly pedig 20 csapattal sikerült megrendezni. Remélem, hogy idén meg lesz a 24 csapat. Eddig egész jó előrejelzések vannak, már 17-en, 18-an jelezték, hogy jönnének. November 28-áig lehet jelentkezni, amatőr csapatok, szervezetek, baráti társaságok, de kérdezték többen, hogy esetleg profi játékosok is játszhatnak-e. Úgy vagyok vele, hogy persze miért ne jöhetnének, tavaly is játszott NB1-es, NB3-as játékos is, és szerintem ezzel akár még színvonalasabb is lehet a torna. A Pápai Esel vízilabda szakosztályának utánpótlás csapata a Dunántúli vízilabdaligában ez idáig 4 mérkőzést játszott felemás mérleggel. Cseh László csapata 2 győzelemmel és 2 vereséggel készül a december 1-jei hazai fordulóra, ahol a Dunaújváros és Szekszárd ellen ugranak vízbe pólósaink. A pápaiaknak azon a hétvégén jó esélye kínálkozik, hogy az összes bajnoki pontot itthon tartsák, ami jó alapul szolgálhatna a tavaszi folytatásra. A toronymagas esélyes Nagykanizsa ellen sima vereséget szenvedtek a pápaiak, míg Balatonfűzfő ellen szoros, 1 gólos vereséggel ért véget a bajnoki. Természetesen voltak sikerek is az eddig lejátszott játéknapok során, hiszen a Velencét és a Szekszárdot is sikerült legyőzni, amivel pillanatnyilag 4. helyen állnak fiatal pólósaink. 4 meccsen vagyunk túl, az első 2 mérkőzés azt elbuktuk, mind a 2 meccsen kikaptunk, azt tudni kell, hogy az első mérkőzést Nagykanizsával játszottuk, kimagaslanak ebből a mezőnyből, sokkal többet edzenek, OB1-b is a felnőtt csapatuk, és onnan maradnak ki a játékosok, és hát 10 góllal kaptunk ki. Ettől függetlenül nem játszottunk azon a meccsen se rosszul. A második mérkőzés az egy nyerhető meccs volt, ugye hát a megyei csapatokkal, Ajkával meg Fűzfővel különösen nagy csatákat vívunk, és most a Fűzfő volt a második mérkőzésen az ellenfelünk. Őtőlük 5-4-re kaptunk ki úgy, hogy végvezettünk. Sajnos nagyon kevesen voltunk, nem tudtam cserélni. Az egyik meghatározó játékosunk az első mérkőzés után elment. Szóval elég hektikus volt a mérkőzés, és a végére nagyon elfáradtak a srácok. Kikaptunk 5-4-re. A harmadik mérkőzést Budapest Vua ellen játszottuk. Hát ez egy érdekes csapat, a Velence néven indulnak, de újpesti BVSC és Fradista fürdőköpenyeket látunk ilyenkor mindig. Tehát végül is egy összeszedett csapat, összeválogatott csapat, őket sikerült 8-6-ra megvernünk.
majd Szekszárd ellen játszottuk a negyedik mérkőzést, Szekszárd Baján rendezte a mérkőzését, mert nincs uszodájuk, és őket pedig 12-9-re vertük. Ez 50%-os ez a teljesítmény. Megint úgy leszünk, úgy érzem, mint tavaly, hogy az őszi szezon egy kicsit hektikus, és akkor tavaszra áll össze a csapat, tavaszra érzik meg a srácok azt, hogy itt mégis majdnem mindenkit meg lehet verni. December 1-én lesz a Pápán a forduló, itt két csapat ellen játszunk, a Dunai Város lesz az ellenfél és Ajka. Te Ajkával szoktunk edzőmérkőzéseket játszani, ők szoktak átjönni ide. Van egy-két erős játékosuk, ha azokat sikerül semlegesítenünk, akkor ebbe a kisebb medencébe egy jó védekezéssel, egy kimondottan jó kapus teljesítménnyel nyerhető mind a két mérkőzés. A lebonyolítás az ugyanaz, mint az eddig megszokott, tehát alapszakasz rájátszás? Nem, most úgy lesz, hogy ebbe az IFI bajnokságba 7 csapat van, és mindegyik csapat mindenkivel 3 mérkőzést játszik, tehát tavasszal is még 2 mérkőzés vár ránk mindenki ellen, tehát van javítási lehetőség, és a szövetségtől függ az, hogy az első 2 vagy az első 3 helyzet játszik-e valami formában a más bajnokságok, tehát a tiszántúli, illetve pesti Budapest bajnokságnak a győzteseivel, illetve az első második helyzetjeivel. Ez még nincs letisztázva, ugye nagy változások voltak a szövetségben is, mint tudott, Kemény Dénes lemondott, Vári Attila lett az új elnök, érezzük már a hatását, egy-két ember már fölrakta a szövetségbe a honlapjára, hogy távozni fog, és nem tudjuk, mi lesz a vége ennek a megújulásnak. Egyelőre azt látjuk, hogy a szövetségbe Vári próbál saját elképzelése szerint rendet tenni. Ez a változás az mennyiben érinti a Pápaiakat, már olyan értelemben, hogy ez most jó vagy rossz inkább önöknek? Szerintem minket nem nagyon érint ez a változás, talán majd a következő évi bajnokságokat érinti, illetve azokat az új rendelkezéseket, amik talán a csapatokat, a vidéki csapatokat jobban segítik. Talán több olyan értekezlet, megbeszélés lesz, amin hangot adhatunk annak, hogy mi segíti jobban a vidéki csapatok felzárkózását a hagyományosan erős budapesti egri szolnoki központokhoz. Ebben a csoportban a Pápaiakat hova rangsorolná? A játékos állományunk ugye a köztudottan nagy fordulatot vett események után, ahol a problémák voltak a TAO-s elszámolásokra, nagyon lement a létszám, 18 főről indultunk újra. Fölmentünk egészen 38 főre, nagyon sokat jelentett az a nyári tábor, és ott onnan megragadt gyerekek. Na most a bajnokságokban a mostani ifisták ugye el fognak menni a jövő évbe. Ez egy olyan kemény mag volt, ahol 4-5 olyan játékos volt, akik már 6-7 éve játszották ezt a sportot. Most az ő pótlásukra a következő korosztály kimaradt. Tehát nagyon kevesen vannak, tehát a 2002-2003-asok azt lehet mondani, hogy 5 főből áll, körülbelül 5-6 főből. Ugye köszönhető ez annak a hektikus helyzetnek, ami előállt. És a 2004-2005-ösökből is egy 5-6 fő van, tehát ezekből a játékosokból lehet majd gazdálkodnunk és kialakítani egy serdülő csapatot, nem ifit, hanem serdülőt, és megpróbálunk jövő ősztől benevezni egy olyan bajnokságba még, ahol a 2007-es-2008-as srácok tudnak játszani. Ők azok, akik megmaradtak ezekből a bizonyos táborokból, és ővelük lehet elindulni egy baby egy bajnokságba, vagy esetleg egy gyerek háromba.
nagyon szeretnénk, mivel a pályázatnál, a TAO-s pályázatnál rengeteget számít az, hogy hány csapattal indulunk a bajnokságokba, és hány fő az igazolt játékosunk. Egyébként, ha már ezt a témát említi, akkor a volt elnök okozta károkat sikerült már rendezni, orvosolni? Anyagilag semmiképpen sem. Ugye itt még fönnáll közel 5 millió 600 ezer forint tartozás az elnök részéről. Megszületett egy elsőfokú bírósági döntés, amely elmarasztalja elég szigorúan a volt elnököt. Erről többet nem szeretnék nyilatkozni, mivel ez még csak első fok, és itt fellebbezés alatt áll ez az ítélet, úgyhogy majd meglátjuk, de én nem nagyon bízok abba, hogy ebből az 5,6 millió forintból mi továbbiakban látunk valamit. Annak ellenére, hogy mondom, komoly ítélet született. A továbbiakban is TAO-s pénzekre pályázunk, mivel most ugye idén sikerült nyernünk. Ez a kicsi összeg, ami végül is 4,3 millió forint, ez ebből tudjuk az úszodának fizetni a bérleti díját. Most az őszi szezonra az igazgatóról beszéltünk, 1 millió forintot fogunk fizetni, és a tavaszi szezonban pedig a TAO-s pénzből előírt maximumot, az 1,5 millió forintot szeretnénk fizetni, és ezzel törleszteni az úszoda fele, illetve a város fele, hogy idáig is támogattak bennünket. Ugye a város a meghirdetett pályázatok révén tavasszal is, illetve ősszel is 1-1 millió forintot átutalt nekünk, illetve hát elnyertük ezt a pénzt, és hát szigorúan elszámoltuk az első fél évvel is, mint ahogy a második fél évvel is, ugyanígy kell tennünk. A pályázatunkat egy budapesti pályázatíró cég csinálta, és reméljük, hogy jövőre is tart majd ez a kapcsolat, és az úszodával egyeztetve, az igazgatóval egyeztetve megpróbálunk egy komolyabb pályázatot benyújtani, de természetesen ez függ a gyerek létszámtól, függ a csapatok létszámától. Eléggé hektikus az edzéslátogatottság. Itt tudom, a szülőknek nagyon nagy az elfoglaltságuk, heti 3 edzés van, a gyerekeknek sok a plusz órájuk, de ha azt akarjuk, hogy egy eredményes utánpótlás alakuljon ki, akkor az edzéslátogatás az elengedhetetlen. Én figyelem a Facebookon, figyelem a pápai hírekbe azt, hogy más sportágaknál is nagyon nagy gondok vannak. Eléggé hiányos az edzéslátogatás máshol is. Tudom azt, hogy leterheltek a gyerekek, de este én szerintem 7 órától nem szabadna már a gyereknek tanulni, mert a gyerek fáradt, nem veszi be az agya azt, amit olvas, és kikapcsolódásra van szüksége. A szülőket arra kérem, hogy aki jár, azt rendesen járassák, mert egy-egy hét kimarad, két edzés kimarad, olyan hátrányba kerül a többiekkel szembe edzettségileg, amit nagyon nehéz pótolni. Csak kimagaslóan ügyes gyerekek tudják azokat pótolni. Ezért most ez a 30 gyerek, aki ide jár hozzánk, ez megfelelő létszám. De abban az esetben, ezt is az igazgatóról beszéltünk, abban az esetben, ha ez a létszám esetleg megduplázódna, reményeink szerint, akkor edzőket szeretnénk hozni még, és megemelni legalább egy nappal az edzés látogatottság lehetőségét, tehát 4 napra, hogy a gyerek tudjon, illetve a szülő tudjon válogatni a 4 napból, mert minimum 2 edzés elengedhetetlen egy héten. Az OB2-esekről viszonylag ritkábban esik szó, velük mi a helyzet? Hát igen, az OB2-es csapat eléggé elfogyott. Azok a pápai játékosok, akik valamikor itt játszottak és alkották az OB2-es csapatot, vagy részbe kiöregedtek, vagy családi problémák miatt keveset járnak edzésre, keveset játszanak mérkőzéseken, és ugye a
csapat gerincét az a 3-4-5 pápai játékos adta, és emellé jöttek vidékről, Malton-Fűszfőről, illetve Fehérvárról játékosok, de mivel nem tudtak együtt edzeni, illetve itt Pápán nem tudtak együtt edzeni, általában Fűszfőre vagy Székesfehérvárra jártak le edzésekre, ezért úgy döntöttek, hogy átmennek a Balaton-Fűszfő csapatához, illetve fúzionáltak, és Balaton-Fűszfő Pápa, BVK Pápa néven indultak az OB2-es bajnokságba. Nem tudom, mennyire szerencsés ez. Figyelemmel kísérem továbbiakba is a mérkőzéseiket. Hát ebbe a kemény, bármennyire is harmadosztályú bajnokságba nem sok babér terem nekik, pláne az őszi szezonban, ahol a rájátszásban lévő helyekért megy a csata. Borzasztó erősek a csapatok, a Tatabányát nem kell, hogy említsem, hogy milyen erős csapat, Dunaújváros és a pestieket sem. Ők sokat edzenek, és ezek a játékosok, akik ezekben a csapatokban játszanak, ezek majdnem mindegyike kimarad egy magasabb osztályban lévő bajnokság csapatából, tehát egy OB1-B-s csapatból, egy OB1-es csapatból, és ide lejátszanak, és hát sokkal többet edzenek, sokkal többet vannak együtt, és megszűnt az a régi úgynevezett fitness vízilabda ebbe az osztályba is, és itt már nagyon nagy harcok vannak. Négy óvodában, közel 100 kisgyermek részvételével az idei évben is nagy sikerrel zajlik a Hangya Óvi Kézi. Októbertől a Nátuskerti, a Református, a Katolikus, valamint idén először a Nagy Imóti óvodában is tartanak kihelyezett foglalkozásokat, sőt felmenő rendszerben két csoportban a Vajda iskola tornatermében az U7-es, U8-as és U9-es korosztálynak is van lehetősége megismerkedni a sportág alapjaival. Stábunk ezúttal a Szent Anna római katolikus óvodában látogatta meg a gyerekeket. Nagy lelkesedéssel és szorgalommal veszik ki részüket a foglalkozásokból az ovisok, akiket ezáltal is igyekeznek a sport és az egészséges életmód felé terelni. Öt helyszínen három edző foglalkozik a picikkel, akiknek a kor előre haladtával van további lehetősége a sportág mellett maradni. Ami egy kicsit úgymond visszalépés a tavalyi évhez képest, hogy a Szivárvány óvoda a napsugár bölcsőde felújítása miatt ugye a tornatermit nélkülözi az ősszel, így oda nem tudunk kivonulni, de a tavasztól természetesen azt a vonalat sem engedjük el, hiszen az volt az első intézmény, ahol elkezdtük ezt a képzést, és a jó tapasztalatok alapján érdemes is folytatni abban az óvodában, tehát oda mindenképp szeretnénk menni, csak azt vettük észre, hogy a szolgáltatás ebben az életkorban úgy szerencsésebb, hogyha oda megy, ahol igény van rá, tehát helyben működik ez igazán. Valamint új óvodaként szeretnénk a Huszár lakótelepi óvodát is bekapcsolni, ahol az egyeztetések már megtörténtek, csak ott is az elhúzódó felújítási munkálatok miatt a tornaterem még nem alkalmas arra, hogy foglalkozást tartsunk ott, de amint ez lehetséges, akkor azokkal is bővülnénk. De ebben a két óvodában, plusz vidéken először újdonsága, Nagy Imóti óvodában is indítottunk képzést, ott is egy bőcsoportunk van, úgyhogy folyamatosan növekvő érdeklődés mellett zajlik a Zobi Kézi. Kézilabdázókat szeretnétek nevelni, vagy inkább az egészséges életmódra felhívni a figyelmet? Hát természetesen a hosszú távú cél csak az lehet, tehát nyilván szeretnénk, hogy a gyerekeket a kézilabda sport érintse meg, de inkább az lenne a pontos, amit ugye hát zászlós hajóként tűztünk ki ennek a programnak a céljára, hogy a kézilabdán keresztül érintse meg a sport, a mozgás a gyermekeket. Nyilván nem sértődés tárgya, meg nem köthetek egy olyan idézőjelbe szerződést egy óvodás gyermekkel, vagy akár az édesanyjával, édesapjával, hogy már pedig innentől csak kézilabdázhat a gyerek. Viszont azt fontosnak tartjuk, hogy elinduljon az óvodákban egy sportra nevelés, egy mozgásra nevelés, mert a mai világban azért lényegesen csökken a gyerekek aktivitása.
holott az igény ugyanúgy megvan bennük, tehát a genetikájuk hordozza ezt a fajta aktivitást, de egyszerűen ez a világ nem képes annyira lekötni ezeket az energiákat, és mi szeretnénk, hogyha ez meg lenne, és az alapvető készségeket a gyerekek megtanulhatnák. Itt, ahogyan az edzés felépítéséből is látszik, hogy az adott anyagokból is itt nem célzott kézilabdázás folyik, meg egy jó darabig nem is szeretnénk. Hiába ez az MKS-nek a stratégiája, és már U8-as vagy U7-es korosztályban szervez versenyeket játékos céllal a gyerekeknek. Mi nagyon idegenkedünk a közeli taktikától, tehát inkább szeretnénk kristálytisztára csiszolni az alapkészségeket. Igenis tanuljon meg egy gyerek esni, igenis tanuljon meg a reflexeivel gazdálkodni, és igenis tudjon arra odafigyelni, hogy adott helyzetben mit kell döntenie. A döntéshelyzetek, hogy minél gyorsabbak a reakcióidők tudjanak csökkenni, ezek azok, amikre mi szeretnénk ezt a képzést kihegyezni. Az első évek azért nekünk is egy kicsit úgymond sötétben tapogatózás volt, tehát nyilván a felkészülésünk meg a szakmai anyagunk megvan ehhez, de a nagyon értékes tapasztalat, amit össze kell gyűjteni, az most arra körvonalazódik, és sikerült kialakítanunk egy olyan egységes képzési rendszert, ami mentén készítjük fel a gyerekeket, és igenis fontosnak tartjuk azt is, hogy a végén összemérjék a különböző helyszíneinken a gyerekek a tudásaikat, hiszen könnyen lehet, hogy valamelyik oldalon majd ezt is javítanunk kell, és arra nagyon ügyelünk, hogy a szakmai színvonal minden óvodában egységes legyen. A szakmai anyagot azt honnan tudjátok meríteni? Hát a Magyar Kézilabda Szövetség korosztályos képzési könyve azt pontosan meghatározza, hogy milyen irányelvek alapján várja el tőlünk a szakmai munka irányítását. A TAO pályázatban ezt annyira szigorúan veszik, hogy edzésnaplót is kell erről vezetni. Ugyan a legkisebbeknél ez nem kötelező, de mi igyekszünk az MKS felé minden ilyen kötelezettséget a legjobban teljesíteni és maximalizálni azt a dolgot, hogy a kézilabda egységes legyen a országban, és nekünk akkor nyilván a legkisebb lépcsőt kell megteremtenünk. Az alapok úgy gondolom mindenben a legfontosabbak, ebben nyilván tartunk a szövetség irányelvei szerint, viszont mi is próbáljuk a magunkét hozzátenni, és vannak dolgok, amiben ugyan nem nagy mértékben, de a magunk formájára és a helyi igényekre főleg megfelelve próbáljuk formálni az ovikézit, hiszen amik nagy átlagban egy Veszprém szintű klubok alatt működő ovikéziről beszélünk, az összehasonlíthatatlan egy ilyen úgymond kisvárosi modellel, viszont az alapokban és a felzárkóztatásban én úgy gondolom, hogy mi is tudunk annyit hozzátenni, hogy más elvek mentén igenis jó alapot tudjuk itt képezni az óvodásokból. És mennyire sikerül lekötni őket egy ilyen foglalkozás során, mennyire fegyelmezettek? Nagyon sok mindentől változó, az gondolom nem új azoknak, akik vagy gyermekes szülők, vagy éppen óvodapedagógusok, hogy azért a csütörtöki pénteki foglalkozások azért jelentősen másak, mint mondjuk egy hételei foglalkozás, azért a gyermekek is elfáradnak. Én úgy gondolom, hogy minél változatosabb és minél temposabb egy edzés, a gyerekeket ez annál jobban leköti. Eddig nem volt gond, de azért ezt még az ismerkedés időszakának tudnám be, ez is a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy erős két hét még hátra van, ugye heti egyszer találkozunk minden csoporttal, így még ízlelgetjük egymást, ők is feszegetik a határokat, én is látom, hogy mi az a fegyelmezési eszköz, amire a leginkább hajlanak, és akkor ennek megfelelően próbáljuk kitapasztalni, hogy a megfelelő munka menjen. Idáig úgy gondolom, hogy egyébként nincsen gond. Talán az idei egy kicsit békésebb év is, mint a korábbiak, de ezt nyilván nem lehet sem elkiabálni, sem előre borítékolni, de jól dolgoznak az óvodások, azt mondom, némely esetben könnyebb dolgom van velük, mint a kamaszokkal. A pecsétes módszer idén is működik? Természetesen igyekszünk a jó dolgokat megtartani ebben és amellé fejleszteni. Ugye ezt nem tudtam elégszer hangsúlyozni, hogy abba idegen tollakkal ékeskedünk, hogy például az első érem, ami a pecsételés középső fázisa, azt a judósainktól láttam és használom előszeretettel, úgyhogy ezután is köszönöm nekik. Ezen felül pedig ugyanígy a további motivációs rendszerek működnek. Nagyon szeretnénk, hogyha idén is meg tudnánk rendezni a hangyamik, ami ismét egy ilyen összevont óvodai program lenne, illetve az évzáró műsor is az, aminek a részén eléri ez a foglalkozás a célját, és a gyerekek motivációja kiteljesedjen. Én úgy gondolom, hogy ez a része töretlen, ezen is vannak finomítások. Most változtattunk, a fegyelemerőszorgalom matricát azt hoztuk tovább a nyári táborunkból, amelynek az a lényege, hogy az extra motivációt úgy biztosítsuk, hogy különböző, akár inkább a sporton kívüli és az edzésen kívüli tevékenységeket is tudjuk díjazni.
igazni. Gondolok itt arra, hogy kértem egy ilyen labda összeszedési feladatot, és az első jelentkezőket jutalmaztam szorgalommal, fegyelemmel, kiválasztottam egy olyan gyermeket, aki mondjuk úgy érkezik be a csoportba, hogy nem kiabál, vagy nem fut. Tehát ezek ilyen apró dolgok, amiket megbeszélünk előtte, és ezzel inkább olyan dolgokra próbálom nevelni, vagy ez a rendszer próbálja nevelni ezeket a gyerekeket, amik szorosan követik a sportot, és majd az életben is nagyon fontos tulajdonságok lesznek, és ezekre próbálunk mi ráerősíteni, és azt veszük észre, hogy ez jó alapokat hoz, és nagyon sokat fejlődött már csak az edzésekre a gyerekeknek feladata elhozni a füzetet, ezt mindig kérjük is a szülőktől, és ez a gyerekeknek mint első feladat, hogyha edzés, akkor nekem dolgom van, én nekem el kell hoznom a füzetemet, én felkészülök erre, ezt az első lépcsőt, ezt úgy gondolom, hogy sikeresen átültettük már most a gyermekekbe, és reméljük, hogy ehhez tudunk további ilyen dolgokat építeni. A legutóbbi NB2-es kézilabda mérkőzésen láttam ott ovisokat, akik a törlésben segítettek. Mi a célodok ezzel a kezdeményezéssel? Így van, ez hagyományteremtő jelleggel működik ez a dolog. Ez is egy extra motiváció. Szeretnénk választani az ovisok közül hétről hétre olyan játékosokat, akik elvégezhetik a mérkőzés kezdő dobását, és a törlési feladatokban úgymond segíthetnek, ami egy kicsit így nyilván furcsa hangozhat, hiszen ma majd, hogy nem arról szól, hogy mi dolgoztatjuk ezeket a gyerekeket, holott őnekik ez egy hatalmas élmény. Fontosnak tartjuk azt, hogy találkozzanak igazi kézilabda mérkőzésre. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem a Telekom Veszprém, vagy nem a Győri Eltónak a mérkőzése, de ő nekik az, hogy közvetlenül találkoznak a játékkal. Először látnak egy vaxos labdát, és annyi-annyi élménnyel tértek haza ezekből, hogy az a tapasztalatunk, hogy ez képes évekre ide láncolni hozzánk egy gyermeket, ami amellett, hogy mi élményt adtunk nekünk, egy nagy boldogság és nagy büszkeség az, hogy hordják ennek a kezdeményezésnek a pólóját, és büszkén mondják magukat kézilabdásnak, és úgy gondolom, hogy ha mi élményt tudunk adni ezzel a foglalkozással, akkor elértük a célunkat. Nyilván nem egyedül dolgozom ebben a szakákban, tehát az elnökünk, a Posgai László viszi az U9-es, U8-as korosztályt a Vajda Márta iskolában, emellett a Nagy Imóti és a Református óvodát pedig a Pásziné Tóth Kinga csinálja, ugyanilyen nagyszerű eredményekkel, tehát nem lehet azt mondani, hogy egyikünk népszerűbb, mint a másik, tehát globálisan jól működik. Igyekszünk mi is összevetni hétről hétre a tudásunkat, tehát rengeteg szakmai napot tartunk, és továbbképzésekre járunk együtt, hogy a lehető legteljesebb legyen ez a szakmai munka, amit mi itt hárman elvégzünk, de ebben szakemberből is, mint a felsőbb korosztályainkban sosem elég, tehát még így is nagyon kevesen vagyunk, úgyhogy reméljük, hogy előbb vagy utóbb még teljesedni tud ez a szakmai stáb, és több helyen is jelen tudunk lenni, mert amint a elékeltábra mutatja, igény az lenne rá. November második hétvégén a Perutz stadion és a Fiumei úti sporttelep adott otthont a kiemelt Bozsik intézményi program soron következő tornájának. Az ötödik játéknapon az U10-es és U11-es korosztály lépett pályára. A házigazda Pápai Egyesített Labdarúgó Klub mellett Gyirmót, Moson-Magyaróvár, Ajka, a Lurkó FC és Sopron ifjú labdarúgói mérkőztek meg egymással. A Bozsik program célja, hogy növelje az utánpótlás bázist, felkutassa és fejlessze a tehetségeket, így természetesen az eredmény másodlagos. A pápai torna minden szempontból sikeres volt. A Bozsik programot 2011-ben indította újra az MLS, a 2018-2019-es szezonban pedig már minden korábbinál több fiatal futballozik az ország különböző régióiban, 110 000-nél is többen. A pápai játéknapon két helyszínen, 6 egyesület, 100-nál is több labdarúgó palántája kergette a labdát, s bár ebben a korosztályban eredményszámítás nincs, természetesen mindenki nyerni szeretett volna. Ugye az U11-es korosztályban zajlik most itt ez a Bozsik torna. Eddig három ellenféllel találkoztunk, a Gyirmóttal, a Moson-Magyaróvárral, illetve most a Sopron csapatával. Az első mérkőzésen egy góllal alul maradtunk a Gyirmót ellen, a Moson-Magyaróvárt 3-2-re vertük, illetve most egy kiki mérkőzést vívtunk szerintem, amiből rosszul jöttünk ki. 3-1-re kaptunk ki a Soprontól. Igazából mind a három meccsre ugyanaz volt a jellemző. Voltak nagyon jó dolgaink, labda kihozott alba, voltak olyan dolgok, amik tetszettek, amit kérek a játékosoktól, egy-ez egyelni játékban, illetve a védekezésben.
Sajnos nem tudom, most minket ez jobban zavart meg, hogy vizes a fű, illetve hogy általában műfűben edzünk, talán ez is egy kicsit zavaró tényező a gyerekeknek, de mindig az utolsó passzokban egy kis hiba csúszott, akár egy rossz átvétel, akár elcsúsztak a srácok, és azt gondolom, hogy ennek is betudható az, hogy nem szerencsésen jöttünk itt az utolsó szitukból. A hazai pálya előny, vagy inkább hátrány számotokra, hiszen ugye kint vannak a tesók, a szülők. Nem gondolom, hogy ez hátrány kellene, hogy legyen, inkább azt gondolom, hogy mindenkinek egy plusz kellene, hogy legyen az, hogy itt vagyunk, hiszen a szülők tényleg, ahogy mondtad, meg a tesók, meg a rokonok kint vannak. Én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy plusz töltet kell, hogy legyen, és nem 100, hanem 110%-ot nyújtani. Lehet még javítani? Ma van még meccsetek? Így van, még az Ajka ellen zárjuk ezt a fordulót. Hát én nagyon remélem, hogy most az utolsó passzok majd jobban sikerülnek, mint eddig, illetve még egy kicsit itt a srácok összeszedik magukat a végére, és akkor talán az Ajkát meg tudjuk verni. Egyébként így versenykörülmények között meg tudják mutatni azt a srácok, amit edzéseken gyakoroltok? Igen, én azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért, amit gyakorlunk, az látok belőle vissza elemeket. Nyilván az lenne jó, hogyha folyamatosan ezt látnánk, de azért U11-es korosztályról beszélünk, nyilván az nem elvárható, hogy minden, amit az edző mond, meg amit gyakorlunk, az 100%-ba visszajöjjön. Én már annak örülök, hogyha a fordulóról fordulóra egyre több olyan dolgot látok, amit gyakorlunk az edzéseken. Nyilván, ahogy majd telik múlik az idő, meg ahogy nőnek a srácok, ebből többet fogunk látni. Hát most télen elég sok tornánk lesz. Ugye ez a bozsik fordulók, ezek folytatódnak teremben is. Én úgy tudom, hogy abból lesz egy 4-5 forduló valószínűleg. Akkor beneveztünk ezzel a korosztállyal U11-es megyei futszára is. Azt, ha jól tudom, szintén egy 4-5-6 fordulós lesz. Illetve hát ezek a szokásos téli teremtornák, amiből valószínűleg lesz szintén egy 5-6 alkalom. Úgyhogy be vagyunk táblázva rendesen, de ez nem probléma, hiszen azt gondolom ez a jó, mivel nagyon sok gyerek van, így mindenkinek lesz elég játékperce a télen is. Az U11-esek a Munkácsi sporttelepén játszottak. Kunszabó Attila csapata veretlen mérleggel zárta a napot. Tök mérkőzésünk volt ma. 4-et nyertünk, egy döntetlen, de hát ennek ellenére nem vagyok elégedett velük, mert hát gyengén játszottunk, ennél sokkal többet tudunk. Hát nem tudom, hogy mi volt az oka, neki keveset passzoltunk, egyén teljesítmények döntötték el a meccset. Hát hogy gólokat kaptunk is, hatalmas egyéni hibák, javítani kell, mert azért vannak olyan képességű játékosok, akik többre hivatottak. Igen, itt az én szemem megakadt a 10-es számú játékoson, rá is gondolsz többek között? Hát igen, van több is, hát ő, akit a több NB1-es csapat is szeretne vinni. Több helyen volt már a Vasasnál, a Vidinél, tehát ilyenkor már ebben a korban is szedik össze a játékosokat. Hát a magyar futball egyik nagy ígérete ő. De még itt azért van 2-3 olyan játékos, aki jó. Hát nem tudom majd, mi lesz a sorsuk nekik. Hát lehet, hogy távozni fog egy-két ember, de hát menni kell az úton. Az lenne a jó, hogyha mi is tudnánk a környező településekről játékosokat behozni, olyan játékosokat, akikkel előbbre tudnánk lépni, de hát sajnos ilyen nincsen. Akiket tudunk, azokat folyamatosan kell építgetni, felépíteni őket, és folyamatosan kell bevonni őket a játékba. Hát ezután is azért várjuk a tehetséges gyerekeket innen a környező településekről, akik majd lassan játék lehetőséget kapnak. Tehát jöhetnek edzeni, legyünk többen, hogy tudjunk normálisan edzeni, és azért itt azért szerintem adott a fejlődési lehetőség. Kicsit majd javulni fog az infrastruktúránk is az elkövetkezendő időben, és ezáltal biztos, hogy jobbak ezek a játékosok is. A torna előtt az öltözőben milyen játékot kértél a gyerekektől? Hát most olyan taktika itt nincsen, nyerjünk, meg játszunk, meg élvezzük a játékot, passzoljunk, szerezzünk labdát. Tehát a legfontosabb az alap, hogy hát a agresszív labda visszaszerzés, amiből csak a labda visszaszerzés valósult meg, az agresszivitás az kevésbé. Aztán, hogy legyen nálunk a labda, aztán ott majd csinálunk belőle valamit, próbáljuk, hát a 10-es számú játékos ő irányít, és próbáljuk meg támadásokat vezetni, olyan támadásokat, amik góllal tudunk befejezni. Hát kevés volt belőle. Volt egy-két szép gól egyéni teljesítményből, de azért elégetlen vagyok velük. Egy pár szót még erről a korosztályról, hogy mennyire ügyesek, mondtad, hogy azért van egy-két kiugró teljesítmény. Mennyit tudtak közösen készülni, illetve milyen szereplési lehetőségetek van? Hát a szereplési lehetőségünk azért ez a bocsik torna, azért járunk tornákra, meghívnak minket, tehát pesti csapatok is. Játszottunk az MTK-val, a Vasassal, a Fradival, már a Vidivel, hát azért elég skalpot szereztük, mert nyáron a Fradit is megvertük.
az MTK, mondjuk az MTK jobb csapat, Eto-Etós kalapja is megvan, igaz csak edzőmérkőzésen, de hát sok van azért ebben a csapatban, ebben a környezetben. Aztán ott azért egy más világ, tehát itt az Eto-nál, amiket látunk, ott azért könnyebb 10-15 egyforma képesű játékosok edzést tartani, és könnyebben is tudnak ebből fejlődni a játékosok. Nálunk azért át kell gondolni mindig az edzést, hogy hasonló szintű játékosok edzenek azért együtt, azért van, aki egy kicsit hátrébb van, aki a fejlődés szakasz előtt van még, azoknak más gyakorlatokat csináljunk, próbáljuk gyorsítani a játékukat, tehát gyorsabban játszanak, gyorsabb döntéseket hozzanak, passzoljanak. Hát ilyen például ezen a szinten, ami van, tehát a Sopron, a Gyirmót, meg ez a Lurkó, tehát ezen a szinten jól állunk. De hát a határ azért a csillagoség, de hát tudomásul kell venni, hogy mi azért neveljük a játékosokat, főleg most, tehát hogy az Eto-nak egyik alközpontja vagyunk, tehát főleg nekik. Tehát azért arra nem számíthatunk, hogy a gyerekek, akik jobbak, azok mindig itt fognak maradni, mert amik majd jobbak lesznek, tehát elviszik. Azért lenne jó, hogyha sokan lennénk, és akkor őket tudnánk fejleszteni, akik a kiugrók, azok tényleg elmennének, és akkor a többiekből tudnánk egy masszív csapatot csinálni, ami későbbiek folyamán majd azért jó szerepelne a nagyobb korosztály utánpótlás bajnokságokban is. Az elkövetkezendő időszakban akkor most a téli teremtornák jönnek? Igen, jönnek a téli teremtornák, folytatódik a Bozsi kis teremben, lesz egy 3-4 torna, hát lesz teremtorna, azt hiszem Győrben, lesz a hazai torna, hát ott is azért mindenhol, azt hiszem a győzelemre esélyesek vagyunk, de hát majd meglátjuk, hogy a 4+1 az hogy megy. És a héten játszottunk egy nagyobbakra egy edzőmeccset, ott nem volt valami jó, de hát jövő héttől megyünk terembe, aztán akkor úgyis ott játszunk, azért van benne lehetőség, hogy jól szerepeljünk. Ugye az U16-ot is te viszed ebben a szezonban, és már véget érte az őszi szezon a megyei bajnokságban, hát mennyire vagy elégedett? Hát ez az U16-os bajnokság, ez hát sok mindent nem ér, hogy őszinte legyek. Tehát egy meccs volt a Veszprémben, a vereséget szenvedtünk, kevés a játékos, tehát 11 játékosunk van, többen feljátszanak az U17-ben, tehát most 10-15 gólos győzelmek, tehát semmi, játszunk ki saját komfortzónánkban, amiből semmi pénzért nem hajlandó kilépni a játékosok, nem tudom, hát át kell gondolni itt fiatalabb játékosokkal játszani, mert 14 gólos, meg 25 gólos győzelmeknek semmi értelme nincs, inkább kapjunk egy jó meccse 3-2-re, annak több értéke van szerintem a játékosok szempontjából, az én szempontomból nem, mint ezeknek a győzelmeknek.